Brauer 1902. május 21-én született Pécsett, és itt is nevelkedett. 20 évesen volt, amikor szülővárosát elhagyva megkezdte tanulmányait a Bauhausban. A század első évtizedeiben bútortervezőként szerzett nevet magának, majd miután 1937-ben az Egyesült Államokba emigrált, építészként vált ismerté. De kapcsolatát a szülővárosával egészen haláláig megőrizte. Elbűvölően közvetlen személyiség volt, és hogy ezt a közvetlenséget egyrészt a Butoraiban, épp most ültem egy ilyen B3-as klubfotelben, amit Vasilisék néven ismer a világ, és az épületeiben is lehet érezni. Hát azokban a privát házakban, amelyekben leginkább, azokban nekem nem volt módom körülnézni, de a Whitney Múzeumban, amelyiknek a makettje itt mellettünk látható, tehát a New Yorkban álló, valaha az amerikai művészetnek szentelt múzeumban ott jártam, és ugyanezt éreztem, hogy látogatóként és muzeológusként is nagyon otthon tudok lenni egy igazából extravagáns épületben, mert hogy az az épület is már, és a későbbi egyházi épületei, meg főkép tulajdonképpen szoborként megfogalmazott házak. Tehát előjött belőle valószínűleg az ő eredendő képzőművészeti vénája és képzettsége, amiről ez a kiállítás is bizonyos mértékig be tud számolni. Az épületeket érthető módon nem sikerül bemutatni monumentális méretük miatt. Erre vannak a fotók, a tervrajzok, a különböző dokumentációk, a kiváló makettek, és mindehhez társul még egy remek film is, ami az M21 galériában látható. Az ő bútortervezői munkásságát illeti, abból sok mindent, mert ugye a bútor az végül is populáris. Egy bizonyos körben, mert drágák természetesen a Brauer modellek, de gyártják ma is őket. Úgyhogy ott is vannak olyan darabok, amelyeket mondjuk 2010-ben az Európai Kulturális Főváros Program alkalmából rendezett Magyarok a Bauhausban kiállításra még el lehetett kérni a berlini Bauhaus archívból, vagy Weimarból, vagy Dessauból. Azok az egyedi darabok nincsenek itt, de egyébként egy nagyon szisztematikus áttekintéssel van dolgunk, tehát lehet látni egy bizonyos szeletet a képzőművész Brauerből, a designer Brauerből, és az abból már egy jóval komplettebbet, és az építészből is. Brauer Marcel életútállomásait is végig kísérheti a látogató. Ebben a tematikus elrendezés segíti a kíváncsi érdeklődő betérőt. Ez ugye úgy néz ki, hogy Budapest, Weimar, amit nem szoktak emlegetni, volt egy kis kitérő Párizsban, aztán Dessau, aztán egy kis Berlin, ez nincs minden itt jelen, aztán Anglia, és akkor utána az Egyesült Államok, ahol ő építészként egy tüneményes karriert fut be, úgy, hogy visszafelé is tervez Európába. Miközben ő az európai építészeti, modern építészet nyelvét vitte át az Egyesült Államokba, tulajdonképpen a Bauhaus, a modern mozgalom építészeti, furcsa ez azt mondani, hogy tradícióját, de azt, és kialakult egy nemzetközi építészeti nyelv.
A kiállítás Brauer Marcelben meglévő kettősségeket villantja fel. A bútortervező és brutalista építés stílus jegyei, a világpolgár és Magyarország kapcsolatát, valamint kísérletet tesz a hiány pótlására, annak a felismerésére, hogy a világhírű építész haláláig megtartotta Magyarországhoz és szülővárosához való kötődését. A kapcsolatot személyes barátaival és a várossal, amely egy múzeum tervezésére kérte fel. Erre sajnos betegsége miatt már nem kerülhetett sor. Ő ismét egy olyan világhírű magyar, akire méltán lehetünk büszkék. Brauer Marcel világhírű építész, a 20. századi modern építészet meghatározó alakja, november 9-től a Pécsi Zsolnai negyed M21 galériájában látható emlékkiállítása.